A Ciszterci Szent István Gimnázium bővítése még 2020. októberében kezdődött meg. A 2013-ban megfogalmazott tervekre 2017-ben érkezett igen a kormány részéről 2,6 milliárd forintos támogatással. A második ütem megvalósításához pedig további 1,6 milliárd forint támogatást biztosított a kormány. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadó ünnepségen a keresztény nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Mi a kormány részéről ezért tartjuk fontosnak keresztény iskolákat, katolikus iskolákat, ezért tartjuk fontosnak a szerzetesi iskolákat, és azon belül is azt a közel 4200 gyermeket nevelő, illetve tanító ciszterci közösséget, akik mindent szolgálják, nemzetet, hazát. Bérci Bernát, Zirci apát, a ciszterci iskola történetét elevenítette fel, hangsúlyozva, azért is volt szükség a bővítésre, mert egyre több diák választja a továbbtanulási célul az intézményt. Azokat a tereket most tudjuk átadni, ahol sok gyermekünk 8 vagy 4 évig szívhatja magába a tudást, a hitet, a közösségi tapasztalatot, és ahol Szent István gimnazistaként történelmet és hazaszeretetet tanulhat. Összekötve a múltat, a jelenen át, a megépítendő jövővel. Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője az iskola intézményének fontosságát emelte ki. Dobó István Eger várkapitányának mondatait idézve fel, aki azt mondta, a vár ereje nem a kövekben, hanem a védők lelkében rejlik. A vár kövei nélkül a védők lelke mit sem ért volna. És a tanárok és a diákok ereje és lelke nélkül ereje mit sem érne, ha nem lenne vár, ha nem lenne iskola. Ezt az iskolát építettük fel közösen együtt, és adjuk át ma a tanároknak és a diákoknak. Cserbalkovics András polgármester szerint a térrel együtt a város patinás épületét alkották újjá. Mint mondja, sikerült szépet, hasznosat, funkciójában olyat alkotni, amelynek örülnek a diákok. Olyan új terek nyíltak meg, amik, és én se erre hívnám fel a figyelmet, a közösségi erőre adnak nekünk lehetőséget és teret. Ennek az egésznek akkor van értelme, ha tartalommal tudjuk megtölteni. Akkor lesz ez köznevelés, és akkor fog ez a nevelés az egyénen túl a közösségre is hatni. A fejlesztésnek köszönhetően új tornacsarnok, ebédlő és konyha, díszterem épült, ezen kívül 12 tanteremmel és egy nagy közös tanárival is gazdagodott az intézmény. A beruházás a tervezett 2023. januári átadás helyett már idén szeptemberre elkészült. Az épületet a ciszterci atyák kívül és belül is megáldották.